Vítajte pri sledovaní správ. Sme radi, že ste si ako zdroj informácií zvolili mestskú televíziu v Moldave nad Bodvou. Venovať sa budeme aj týmto témam. Prezidentská kampaň vrcholí. Predstavitelia mesta boli na kontrole vo vojenskom opravárenskom podniku. Sledujte nás a dozviete sa viac. Tento týždeň vrcholí na Slovensku volebná kampaň. Na rozdiel od posledných prezidentských volieb a predchádzajúcich kampaní sa mení a rozširuje spôsob oslovovania voliča. Ťažiskom pri týchto voľbách sú médiá s celoštátnou pôsobnosťou a sociálne siete. Mesto zverejňuje všetky informácie na webe. Piatok zamestnankyňa mestského úradu prevzala všetky volebné materiály, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme vedeli organizačne vybaviť naše okrsky. Tak ako aj v predchádzajúce obdobia budeme mať 9 okrskov. Prvý a druhý okrsok bude tu na spojenej škole, na ulici Školskej. Potom tretí okrsok bude v Budulove, štvrtý, piatý okrsok bude v Inkubátorovom dome, šiestý, siedmy bude na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Alapi škola na ulici ČSA a 8. a 9. okrsok budú na základnej škole na ulici Severná. Našťastie máme dostatok členov aj okrskových volebných komisií. Oproti predchádzajúcim voľbám komunálnym sme mali problémy, pretože neboli plné okrsky členmi, čiže klesol nám v niektorých okrskoch počet členov pod 5, takže muselo mesto ráno hneď improvizovať, aby sme mohli otvoriť naše jednotlivé okrsky, ale zároveň tento rok sme sa poistili, takže máme pripravených aj náhradníkov zo strany zamestnancov mestského úradu, ak v prípade, keby došlo k tejto situácii, aby sme vedeli ráno i hneď zareagovať náš zamestnanec i hneď potom, ako budeme mať sčítané jednotlivé volebné okrsky a ako bude odovzdaná zápisnica na okresnom úrade, tak tieto výsledky budú zverejnené tak na webovom sídle mesta, ako aj určite na stránkach štatistického úradu, kde sa to bude kompletizovať. Mesto neregistruje žiadne sťažnosti, ani sa nejakým spôsobom nezapájalo mesto do volebnej kampane. Viem a registrujem, že tu boli kandidáti, niektorí, čo sa týka, robili tu v meste Moldava nad Bodvou volebnú kampaň, ale riešili si to všetko po svojej línii cez Mestské kultúrne stredisko. V prípade inkubátorového domu normálne nájomnou zmluvou. S kandidátov na prezidenta Moldavu osobne navštívili dvaja kandidáti. V stredu 6. marca sa stretol s občanmi v inkubátorovom dome Štefan Harabín. Na mítingu bolo prítomných okolo 50 občanov. V nedeľu 10. marca sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska konalo volebné stretnutie Moldavčanov s Bélom Bugárom. Možnosť naživo debatovať s kandidátom využila približne stovka občanov. V ďalšom príspevku sa pozrieme do areálu vojenského opravárenského podniku a povieme si, aké sú konkrétne kroky mesta na jeho využitie. V piatok 8. marca sa uskutočnil kontrolný deň primátora mesta, v rámci ktorého si pozrel areál bývalého vojenského opravárenského podniku. Primátor mesta, náčelník mestskej polície a zamestnankyňa mesta z oddelenia správy majetku skontrolovali hlavne uzamknutie výrobných hál, prístrežkov, ako aj stav oplotenia, aby sa ubezpečili, či nedochádza k odsudzovaniu alebo závažnému poškodzovaniu mestského majetku. Účelom tejto prehliadky bolo hlavne to, či je všetko v poriadku, či nenastali nejaké zmeny, myslím ohľadom majetku, či sa nám tu niekto nevlámal alebo nenarušil celý tento priestor. Vyzerá to byť, že je všetko v poriadku, prešli sme si aj oplotenia, aj všetky ostatné náležitosti. Tento objekt je monitorovaný mestskou políciou nepretržite a je tu stále služobný pes, ktorý je vo večerných hodinách väčšinou vypustený, takže nemal by sa tu dostať nikto do tohto objektu. Drobné závady, nefunkčné visiace zámky alebo ohnuté tyče v oplotení budú bezprostredne odstránené. V súčasnosti časť tohto areálu slúži pre nájomcu firmu Ingressum SRO a mesto vyvíja úsilie o odpredaj svojej časti, nakoľko pod nevyužívaný majetok sa už podpisuje zub času a náklady na jeho stráženie zaťažujú mestský rozpočet. A ako pokročili jednania? Máme už pripravené so štátnymi hmotnými rezervami, máme pripravenú ostrú zmluvu, ktorá sa bude na budúci týždeň prejednávať a už pevne verím, že už s nejakým finálnym výsledkom.
Som rád, že nám tento majetok zatiaľ zostal neporušený a pevne verím, že to aj zdárne odovzdáme štátnym hmotným rezervám. Nasledujú krátke správy. Piatok 8. marca bol na mestskom úrade podpísaný úver medzi mestom, zastúpeným primátorom mesta a Slovenskou sporiteľňou. Úverový rámec v celkovej výške 1 milión 131 tisíc eur bol schválený na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a budú z neho hradené veľké investície mesta. Hlavne rekonštrukcia bývalého internátu poľnohospodárskej technickej školy na ulici Hviezdoslavovej 21, kde vznikne 18 bytov bežného štandardu, vrátane parkovacích miest vo dvore, ďalej vnútroblok ulic Krátka, kde sa zabezpečí revitalizácia, parkovanie a oprava chodníka, parkovisko na Ľudovíta Štúra, prípadne iné väčšie investície. Témami sa budeme detailnejšie zaoberať v ďalšom vysielaní. Pre tých, ktorí nechcú voliť doma, ešte pripomíname, že voličské preukazy pre prvé kolo volieb si môžu osobne vyzdvihnúť do 15. marca a pre druhé kolo volieb do 29. marca na mestskom úrade v čase úradných hodín. Obyvatelia, ktorí sa zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov nevedia dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o hlasovanie do mobilnej volebnej schránky telefonicky zamestnankyňu mestského úradu pani Sobkovú na telefónnom čísle 0917 677 142 alebo nahlásiť svoju požiadavku v ten deň prostredníctvom inej osoby príslušnej volebnej komisii vo svojom okrsku. Všetky náležitosti, tlačivá, dokumenty a výsledky volieb nájdete na webovom sídle mesta Moldava nad Bodvou. Začiatkom marca sa začalo s jarným čistením mestských komunikácií a chodníkov od hrubých nečistôt a posypového materiálu. Vykonáva ho takmer 20 pracovníkov v aktivačných prácach. Pracuje sa na viacerých miestach naraz, pričom sa začalo na najviac frekventovaných a znečistených zónach na sídlisku a v okolí obchodných centier. Vyčistilo sa aj priestranstvo na Vodnej pri Danske, kde bolo veľa smetia a bolo zarastené krovinami. V týchto dňoch správe mestskej zelene pribudne aj nový, viacfunkčný zametací voz s príslušenstvom, ktorý mesto zakúpilo na finančný leasing v celkovej výške 90 600 eur. Vozidlo má viacero príslušenstiev, aj hydraulický sypač a veľkú odmetaciu kefu, ktoré urýchlia a zefektívnia čistenie. Ale aj napriek tomu treba rátať s ukončením týchto prác až do konca marca. Atletický legionársky klub opäť úspešne reprezentoval naše mesto. Vo štvrtok 28. februára na 27. ročníku memoriálu Štefana Stanislaja vybojovala Karolina Kulčarová v skoku do výšky druhé miesto v kategórii mladších žiačok. Milyen volt ez a verseny ott Eperjesen a legutóbb? Hát nem volt igazából a legjobb, de eléggé tetszett, az atmoszféra is tök jó volt, meg igazából minden volt. Zene is csak magasugrók voltak, és... Hát nehéz volt igazából, meg szokatlan. Szokatlan. De azért jól érezted magad, ugye? Tetszett. Nem számítottam arra, hogy fogok nyerni, mert igazából nagyon, sokkal jobbak vannak ott nálam, és ez is olyan érdekes volt, hogy nyertem. Igazából nagyon örülök. V sobotu 2. marca súťažili moldavskí atleti na halových majstrovstvách Slovenska starších žiakov a žiačok v Bratislave. Pekné výsledky dosiahli viacerí. Daniel Jančík sa umiestnil na 8. mieste v behu na 800 metrov. V rovnakej disciplíne vybojovala 14. miesto Anna Mária Horvátová. Samuel Palko získal v skoku do výšky 9. a Karolina Kulčárová 10. miesto. V štafetovom behu na 4x200 metrov zabehla moldavská štvorica Takáč, Níri, Palko a Jančík 7. najlepší čas. V nedeľu 3. marca zasiahol do juniorských majstrovstiev Slovenska aj Denis Fridmanský. Skvelým výkonom v behu na 3000 metrov vybojoval bronzovú medailu a za víťazom zaostal iba o 10 sekúnd. Bolo to super. Mal som konkurenciu na 1500. Bol som tam piatý, mal som aspoň nový osobak urobený a potom som behal trojku, kde som mierne ťahal 8 kolečka, potom ma obehli, ale bolo to dobré a potom som už nevládal posledné metre, tak som skončil tretí. Skoro všetci deti a
spravili osobáky, to znamená, že Daniel Jančík zabehol 800 za skvelý čas za 2 minúty 10 sekúnd a Andráš Takáš na 150 metrov a vybojoval skvelý čas, ale sa neumiestnil, ale momentálne je najlepším bezcom v kategórii U12 na 150 metrov a Anna Maria Horvátová takisto na 800 metrov si zlepšila svoj osobák. Musím pochváliť Denisa Fridmanského, ktorý vybojoval pre Moldavu prvú a juniorskú medailu. Tretie miesto získal na 3000 metrov, kde zabehol 9 minút 31 sekúnd. A statočne držal 3-minútové tempo na kiláku, ale napokon posledný finish na 200 metrov. Už sme to nezvládli, tým pádom ostalo nám to tretie miesto. Takže veľmi, veľmi som spokojný s tenisom, lebo to je trojročná práca a tu vidieť, že keď človek chce, tak vieme dosiahnuť veľké veci. Najbližším podujatím s účasťou moldavských atlétov budú majstrovstvá Slovenskej republiky v behu na 10 km 30. marca v Strážskom. Marec je už tradične mesiacom knihy a preto vám dávame do pozornosti dve aktivity, ktoré by vás, okrem iného aj z dôvodu úspory peňazí, mohli zaujímať. V týždni od 18. do 22. marca sa môžete do knižnice zapísať bezplatne. A od 25. do 29. marca využite knižničný pardon, kedy môžete vrátiť dávno vypožičané a nevrátené knihy bez toho, aby ste zaplatili sankčný poplatok. Scenár dnešných správ je na konci. Pozývam vás sledovať informačný blok v maďarskom jazyku. Majte sa krásne, dovidenia opäť o týždeň. Köszöntöm kedves nézőinket! A Szepsi Városi Televízió magyar nyelvű hírösszefoglalóját látják. Mai műsorunkban a következő hírekkel foglalkozunk bővebben. Hambozó szerdával megkezdődött a húsvét előtti böjti időszak. A járás legjobb szavalói mérték össze tehetségüket. Maradjanak továbbra is velünk! Hambozó szerda a nagybőjt első napja. Ezzel kezdetét vette a húsvét előtti böjti időszak, melyen Jézus feltámadásának ünnepére készülünk. Idén Hamvazó szerda március 6-ára esett. Az elnevezés még az őskeresztény korból maradt ránk, amikor is a hívek vezeklésként hamut szórtak a fejükre. Ő 40 nap a pusztában van az atyával, készül a tervére. Ha mi is szeretnénk tudni, hogy mi a teremtőnek a terve velünk, akkor bizony be kell mennünk a pusztába, ebbe a szent 40 napba. Az, hogy felismerjük, hogy mi a fontos, és mi a kevésbé fontos. Ez a szokás a mai napig fennmaradt. A szertartás keretén belül a katolikus pap az előző év virágvasárnapján szentelt olajfa vagy barkaágak elégetéséből nyert hamuval jelöli meg a hívek homlokát. Délelőtt a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ óvodásai, délben pedig az iskolások vettek részt az ige liturgián. Ezért fontos ez a szent 40 nap, hogy legyen alkalmunk, időnk elgondolkodni életünk folyása felett. Hogy elgondolkodjunk életünk értelme és értéke felett. Ismételjük újból és újból, különösképpen most a nagybőti szentidőben, bűneidet minden esztendőben meggyónjad, és legalább húsvét táján az oltári szentséget magadhoz vegyed. A nagybőjt egy új kezdet, olyan út, amely elvezet a biztos célhoz, a feltámadáshoz, amikor Krisztus győz a halál felett. Március 7-én a Városi Művelődési Központ és a Városi Könyvtár termeiben került megrendezésre a 28. Tompa Mihály Országos Vers és Prózamondó Verseny járási fordulója. Csodálták isteni formájú képüket? Hát egyszer eszébe ajut egy istennek, hogy egy tréfás másabbként csinálni ennek.
Városunkat a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ 24 diákja, illetve a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola 7 diákja képviselte, miután ők már sikerrel vették az iskolai fordulót. A Csemadok Kassa kerület területi választmánya a verseny idején három kategóriában több mint 70 versenyzőt fogadott. 71 kisiskolás is diák jelentkezett erre a megmérettetésre. Egy megbetegedett úgy, hogy 70-en vettek részt, aminek nagyon örülök, mert évek hosszú során emelkedő tendenciát mutat, és egyre többen vagyunk. Kijelölte a 9 zsűritag mindazokat, akik járásunkat képviselik majd a két hét múlva esedékes országos elődöntőn, aminek szintén örülünk, hogy éppen itt lesz Szepsiben, ide várjuk a rozsdójakat, kassejakat a városból, Nagykaposzló és Királyhelmecről. A zsűri nagyon színvonalas előadásoknak lehetett a tanulja. Az első kategória a legaranyosabb kategória, mert ott nagyon őszintén és kedvesen szavalnak, illetve prózát mondanak a gyerekek. Mindig nehéz dönteni, mert beleadják szívüket, lelküket, és most volt is 19 versenyzőnk a vers kategóriában, és körülbelül 8 vagy 9 a prózában. Úgyhogy nehéz döntések előtt álltunk, de végül is úgy gondolom, hogy megérdemelten jutottak tovább, akik tovább jutottak, és örülünk, hogy hallhatjuk őket évről évre. A Magyar Nemzetőrség tagjai is részt vettek a versenyen, ahol nem csak zsűriként értékelték a gyerekeket, de könyvadományaikkal is megjutalmazták őket. Könyvadományukkal a kassai kerületi verseny megrendezését is segíteni fogják. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült a verseny. Hát a részvevők száma is mutatja, hogy az elmúlt években, ha évekhez ha összehasonlítjuk, akkor egy folyamatos fejlődést mutat. Én a Magyar Nemzetőrséget képviselem, és a magyar nyelv és kultúra ügyét elsőrendűen fontosnak tartjuk. Tehát a nyelvet ápolni kell, és ennek az egyik kulcsa az olvasás és az olvasásra való nevelés. Az ilyen vers és prózamondó verseny azért is fontos, mert erre egyrészt fölhívja a figyelmet, másrészt pedig bemutatja azt, hogy a gyerekek hol tartanak. A versenyző diákok a hosszú felkészülést követően végre a zsűri előtt is megmutathatták rátermettségüket. Bár mindig vannak vesztesek és győztesek is, többségük elégedetten nyugtázta a versenyt. Milyen verssel vagy prózával készültél? Próza is Hullám Mónika Angyal a földem. Szerinted hogy sikerült az előadásod, a szereplésed? Nem jól sikerült minden, de hát ezüst lettem, úgyhogy. Nagyon szeretek versenyezni, és szeretek nagyon szavalni is, és úgy általában szerintem jó volt az előadásom. Prózát adtam elő, már régen prózám adok elő minden éven. Sefer Erzsébettől a Valaki vigyáz rájuk egy részletet. Jó érzés volt, mert már sok versenyem voltam, és nem nagyon izgultam. Első voltam arany. Prózát adtam elő Lázár Ervin Soványi Topalacsintát. A Szepsi járási fordulóról 13 versenyző jutott tovább, akik a kerületi megmérettetésen képviselik majd járásunkat. Sok sikert kívánunk nekik! Rövid híreink következnek. Március 5-én nyílt napot tartottak a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központban. A leendő elsősök egy délelőtt terejéig beülhettek az iskolapadokba, és részt vehettek néhány játékos tanítási órán. Az óvodásokat ezután sportprogramok várták a tornateremben. A gyerekek ízelítőt kaphattak abból, hogy milyen is lesz majd iskolásnak lenni. Bugár Béla, a Most Híd köztársasági elnök jelöltje október óta járja az országot. Szepsibe március 10-én érkezett, hogy megossza gondolatait és elképzeléseit az érdeklődőkkel. Bugár a Városi Művelődési Központ nagytermében tartotta meg fórumát Jakab Elemér a Most Híd parlamenti képviselőjének közreműködésével. Bugár elmondta, hogy szerinte Szlovákiának elsősorban politikailag tapasztalt államfőre van szüksége. A politikus válaszolt a jelenlévők kérdéseire is. Mezőgazdasági, szociális és környezetvédelmi témák kerültek porondra. A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ és a Csemadok Szepsi Alapszervezete tisztelettel meghívja önt és kedves családját a nemzeti ünnepünk alkalmából megrendezésre kerülő március 15-i emlékünnepségre, amelyre a Szepsi Városi Művelődési Központ nagytermében március 15-én pénteken 18 órai kezdettel kerül sor.
Március 17-én vasárnap délután 15 órától koszorúzással egybekötött emlékezésre kerül sor a köztemető melletti kopjafánál. A Cseperedő program szervezésében a Miskolci Csodamalom Bábszínház ismét a legapróbbakat kívánja beavatni a színház rejtelmeibe. Március 14-én 16 órától szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt kisbabájával együtt a Budvavölgyi és Érchegységi Kulturális Központ nagytermébe egy 30 perces előadásra. A rendezvény Magyarország támogatásának köszönhetően ingyenes. Jubileumi 10. alkalommal kerül megrendezésre március 15-én pénteken 18 óra 30 perctől a Piano Club kaféban a Szepsik Víz. A közkedvelt játékest ezúttal is a Vianova és az MKP helyi csapata szervezi. Legfőjebb 5 főből álló csapatok jelentkezését várják a képernyőn látható elérhetőségre. A csapatok regisztrációs díja 10 euró. Mai műsorunk ezzel a végéhez ért. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is kellemes hetet kívánunk. Vigyázzanak egymásra. Viszontlátásra. Marece ako mesiac knihy oslavujú už dlhé desiatky rokov. Mestská knižnica pripravuje v tomto období besedy so spisovateľmi. 5. marca sa žiaci 6. ročníka základnej školy na Severnej ulici a základnej školy na ulici Československej armády stretli so spisovateľkou Annou Nečovou. Už som nevnímam, že som spisovateľka, som akýsi ako keby posol tých slov, tých príbehov, ktoré oni chcú počuť, ktoré im urobia radosť, ich potešia. Anna Nečová sa o literatúru zaujímala už ako študentka na gymnáziu, kde bol jej triednym profesorom známy básnik Juraj Pado. Takže on ma tak povzbudzoval, ja som mu z tej vďaky napísala krásnu báseň. Mali sme motto na Adrevidendum, je taký čas, ktorý ulíha do obilia, ale ty vstaň a naplň ho. A ja som na to motto napísala pre neho báseň. Takže je to všetko zo života. Spisovateľka zaujala rozprávaním príbehov z detstva. Pútavo prerozprávala svoje obľúbené rozprávky, kde ako sama tvrdí, existuje dobro aj zlo, ale zlo na konci prehráva. Deťom prečítala ukážky zo svojej najnovšej knihy Rozprávky, ktoré spadli so snehom. V 7 rozprávkach tejto knihy poukázala na dôležité životné hodnoty. Je tak plná lásky, plná túžby po pokoji, po ľudskom obyčajnom šťastí, po miery, po porozumení ľudskom. Opisuje krásu prírody, krásu života, ktorý bol a ktorý je. A proste tú cenu toho, že sa máme tu tak dobre, veď naše vlasti je tak dobre. Mám radosť toho, že tie deti sa tam nájdu, nájdu tam svojich starých rodičov, ten les, tú lúku a všetko, o čom sa tam píše, oni keď chcú, keď chodia do prírody a majú trošku fantázie, tak všetko tam nájdu. Tak tá moja knižka je prakticky o tom skutočnom živote a je o ľuďoch, o zvieratkách. Boli pre deti, boli aj smutné, boli aj také zaujímavé. Pani spisovateľka vám aj zaspievala, ako sa ti páčili tieto piesne? Tak jedna bola smutná, druhá bola taká normálna, tak dobre boli. Rozprávala nám o novej knihe, o nových vlastne zážitkoch a o pesničkách a tak. Ako sa ti páčila táto pesnička, ktorú vám zaspievala? Bola veľmi pekná, taká, vyžarovala z nej pocity, tak dobre to bolo, také ukludňujúce. Svoje rozprávanie neváhala oživiť vlastným spevom. Tie pesničky takisto sú skôr tou spomienkou na tie časy, keď som bola doma, napríklad Zlaté dvierka. Otvárajú sa vám stále, keď idete domov, do svojho domu, kde ste vyrástla, kde ste. A dobre, že ešte máte, že to není zbúrané, že máte sa ku komu vrátiť. A keď ten dom možno už nestojí, ale je tam brat. O ľuďoch, o mame. Každý potok má lavičku, mama ťa to naučí, lebo kto iný. Taká pesnička. No, sú to pesničky také, proste múdre by som povedala, čo človeku niečo dajú. Čím bola pre teba dnešná beseda zaujímavá? Že som mohla vlastne po tých ďalších 3 rokoch vidieť pani spisovateľku tak inak, v inej nálade možno.
inak celkovo. Bolo to dobre, dozvedela som sa, kde býva, koľko má rokov, aké má knihy. Deti sa v mestskej knižnici na chvíľu preniesli do sveta rozprávok a snov. Majú za sebou neobyčajné stretnutie so slovenskou spisovateľkou. Väčšina dnešných kníh je prečítaš, má to koniec. V tých mojich rozprávkach je tam stále niečo, čo ju pritiahne to dieťa naspäť. Nehovorím, že len moje treba čítať, ale treba čítať všetky rozprávky, lenže také, ktoré majú niečo do života, že im to niečo dá tým deťom. No proste nech čítajú, keď môžu. Mladým je dôležité ukázať krásu kníh, čítania a vytvoriť v nich pozitívny vzťah ku knihám. Sokaknak az a kérdés, hogy most böjtölnie, nem böjtölnie, ha igen, akkor hogyan. Ebben is, ami Urunk Jézus Krisztusnak a példája az, ami mérvadó, aki közvetlenül a földi szolgálata küldetése megkezdése előtt 40 napig böjtölt, és utána megkísértette, megpróbálta őt az ördög, a diaboloszt. Olyan természetességgel beszél a böjtről, mint az imádságról is, sőt az adakozásról is. Nem kérdés, hogy a keresztény embernek most felekezettől függetlenül kell-e böjtölni vagy sem. Úgy gondolom, hogy ez önkéntes és őszinte kell, hogy legyen, és mindenek előtt Isten előtti alázattal, így tanítják a hitvallásaink. És Jézus is így mondja, hogy ne emberek előtt, tehát ne az emberek ne lássák, hogy éppen böjtölünk, mert nem nekik, embereknek mutatjuk meg, hogy mi most milyen kegyesek, vagy éppen hitünket gyakorlók vagyunk, hanem azt mondja Jézus, hogy kend meg a te fejedet, és mosakodj meg, tehát ne legyen, és ami az örömnek, az örvendezésnek, az ünnepnek volt a jele, hogyha megmosakodtak olajjal, megkették a fejüket, tehát ne legyen látni, sőt, hogy az ember böjtöl. Ilyen értelemben egy jó eszköz arra, hogy az ember fegyelmezetten arra koncentráljon, hogy most mit is akar nekem Isten mondani, hogy mi az ő akarata az én életemmel kapcsolatban. Ez a 6-7-es időszak húsvét előtt jó arra, hogy önvizsgálatot tartsunk, hol is tartunk, hogyan éltünk eddig, mit csináltunk jól, mit csináltunk rosszul. És ebben, mint egy tükör, ott van előttünk Istennek az írott ígéje, a Szentírás, vagy konkrétabban az Úr Jézusnak a szavai, a beszédei. És ha így tartunk önvizsgálatot, mindig találunk valamit, ami nincs összhangban Isten akaratával, és ezzel kell felvennünk úgy a harcot, mint ahogy ő is felvette az ördögnek a sokféle mézes madzagjával. Ebben az időszakban a keresztény ember különösen azon kell gondolkodjon, elmélkedjen, hogy hogyan és miért szenvedett az Úr Jézus értünk. Tehát az Jézus szenvedés történet, a passió története kell, hogy legyen a lelki szemeink előtt, hogy ő mi mindent viselt el értünk, hogy minket helyreállítson, hogy minket megszabadítson a bűn hatalmától. Az Úr szenvedett, hogy mit viselt el, ütlegeket, gúnyolódást, tövis koronát, a szegeket, a lándzsát, a kereszten való fájdalmakat, a teljes elszakítottságot az Atyától, akkor ennek fényében egész más súlyt kapnak a saját céltévesztéseink, bűneink. Nekem talán az édesség az, amit lehetne korlátozni, és az időbeosztást másként szervezni. Időben lefeküdni, korábban kelni, a reggeli órákat is úgy igazítani, vagy időt, hogy jusson idő, elegendő idő az igére, imádságra, akkor egész másképpen zajlik az egész nap. S Popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní. My kresťania cez toto pôstne obdobie vlastne sa pripravujeme na vzkriesenie Ježiša Krista, na jeho zmŕtvych stane. A táto doba vlastne je príležitosťou k tomu, aby sme sa konfrontovali sami so sebou, akými sme,
a zároveň, aby sme sa konfrontovali s Ježišom Kristom a s jeho životom. To, čo je veľmi dôležité počas každého pôstneho obdobia, si ľudia zvyknú dávať rôzne pôstne predsavzatia, či už sa zrieknú jedla, sladkosti alebo iných vecí. Ale čo mňa veľmi zaujalo, je výrok svätého Otca, myšlienka svätého Otca Františka, ktorá hovorí o tom, že počas pôstneho obdobia sa máme zamyslieť nad tým, ako sa ja správam k druhému človeku. Aký mám k nemu postoj. Pretože častokrát v medziľudských vzťahoch nastáva akési nedorozumenie, že ja navonok sa usmívam na tú druhú osobu a poza chrbát ho ohováram, ho kritizujem. A vlastne svätý Otec František nás k tomu pozýva, aby sme vlastne to kritizovanie nejakým spôsobom obmedzili, respektíve celkom nejak vytesnili zo svojho života. Prvým prostriedkom je modlitba. Ak chcem niekoho ja kritizovať, tak skôr sa za neho, aby som sa za neho modlil. To je veľmi dôležité, lebo keď sa za niekoho modlím, tak potom ťažšie sa mi kritizuje. A druhý, takisto taký praktický spôsob, je to, aby som si zahryzol do jazyka. To v tom zmysle, pretože keď si zahryznem do jazyka, tak opuchne. A keď opuchne, nemôžem rozprávať. A keď vlastne zvládneme to počas týchto 40 dní, vlastne, aby sme odstraňovali to kritizovanie, ohováranie svojich blížnych, svojich drahých, tak potom tie veľkonočné sviatky budú mať celkom iný rozmer. Pretože sa budeme nielen tešiť z víťazstva Ježiša Krista, že vstal z mŕtvych, ale takisto sa budeme tešiť z toho, že sme zvíťazili sami nad sebou, nad svojim egom, nad svojim ja a možno nad tým zlozvykom kritizovania či ohovárania svojich blížnych. Ja konkrétne pre toto pôstne obdobie, ktoré teraz začalo, tak som si dal také predsavzatie, že väčší čas budem tráviť s Bohom pri modlitbe, osobnej modlitbe a takisto viac budem načúvať tým druhým, svojim blížnym. Zvlášť pri sviatosti zmierenia, ale takisto pri osobných rozhovoroch budem viac na nich myslieť. A takisto budem sa za nich modliť. Már évek hosszú során karácsony előtt, tehát a kis bődben, adventben és nagy bődben, húsvét előtt törekszem tudatosan arra, hogy semmi alkoholt ne fogyasszak. És mivel kedvelem a kávét, ezért a kávé ivásról is lemondok. A bőtölésnek akkor van eredménye, látható eredménye, hogyha például azt az összeget, amit egyébként kávéra vagy kávézásra fordítanám, ennek az árát odaadom a rászorulóknak. Súťaž Poznaj slovenskú reč prebiehala v dvoch kategóriách. V prvej kategórii u žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl preverila ich schopnosť reprodukovať vypočutý text. V druhej úlohe deti preukázali svoje konverzačné schopnosti na vyžrebované témy. Súťažiaci si pri 3. zadaní vylosovali čas textu na reprodukciu. Pri poslednej disciplíne deti súvisle rozprávali na danú tému pomocou osnovy. Odborná porota v zložení pedagógov hodnotila výstižnosť obsahu, kreativitu, kompozíciu textu, bohatoslovnej zásoby, ale napríklad aj plynulosť prejavu a jazykovú správnosť. Podľa mňa celkom som sa počula pri čítaní, keď som čítala, tak som počula svoje chyby. Ale aj slok bol celkom ťažký. Bo vlastne o tom prichádza jar. Snažila som sa čo najviac povedať o tom, lenže mi to tak nešlo. Na čo všetko si si musela dávať pozor? Na to, aby som nepomýlil jazyk hlavne. Museli sme básničku povedať, obsah čítať a napísať sloh. Mne sa veľmi páčila
a som šťastná, že som postupila. Na ktorom mieste si sa ty umiestnila? Na prvom. Víťazi súťaže zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským z celého okresu dokázali, že ovládajú slovenčinu na vynikajúcej úrovni. Prví traja, tí víťazi, oni skončili buď v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme, postupujú do krajského kola. V súčasnosti dneska bolo tu 10 detičiek v druhej kategórii a 6 z prvej. Cieľom súťaže Poznaj slovenskú reč bolo vhodnou motiváciou vytvoriť pozitívne postoje žiakov k slovenskému jazyku. V druhej kategórii sa žiaci museli popasovať s podobnými úlohami. Bolo to tu fajn, súťaž bola tiež dobrá, páčili sa mi témy, ale mala som dosť veľký strach zo všetkého. Ja som si vybrala tému napríklad, že mám veľmi rada svojho brata, ale dosť ma štve. Potom boli tam aj také témy, že pes je najlepší priateľ človeka, že to podstatné vidíme, vlastne, že cítime, nevidíme, takže boli tam zaujímavé témy a dúfam, že sa mi to podarilo aj nejak zaujímavo prepracovať. Dnešná súťaž bola dobrá. Áno, mal som veľkú trému, či to zvládnem, ale nakoniec sa dobre to bolo. Všetci úspešne zvládli jednotlivé úlohy. Radosť víťazstva a postupu neskrývali ani tí väčší žiaci 8. a 9. ročníka. Skončila som na prvom mieste. Mám z toho obrovskú radosť. Bola som tu aj v minulej kategórii, teda vo 4. ročníku. A vtedy sa mi tá súťaž veľmi páčila, tak som si povedala, že aj teraz by som to rada vyhrala, alebo tak nejak postúpila. A som rada, že sa mi to podarilo. Umiestnil som sa na druhom mieste. Bolo to celkom dobre. Nepripravovali sme sa, Boh vie ako, ale som rád, že postupujem. Vyhlasovateľom súťaže Poznaj slovenskú reč bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Okresné kolo pre okresy Košice, Košice okolie a Rožňava, ktoré prebehlo v tvorivej atmosfére, zorganizovalo Centrum voľného času Cvrček. Víťazi postupujú na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční v Košiciach.